Jó itt lenni, és jó itt alkotni. Abszolút nincsenek ellentétek, hogy most nem valaki megkér valamit segítsen, hogy nem akar segíteni, de barátságok vannak. Sokkal többel távozom, mint amivel érkeztem. Mindenki úgy gondolja, hogy valamit valamiért kell csinálni. Nem tudják azt elképzelni, hogy valamit lehet csak azért csinálni, mert szeretem. A Másképp, mint mások címmel tavaly nyáron forgatott film arra a feladatra vállalkozott, hogy a Budai Mihály festőművész nevével fémjelzett, évről évre megrendezett program történéseibe, illetve a résztvevők alkotói mindennapjaiba adjon bepillantást. Ezen kívül a koncepció része volt az is, hogy bemutassa, kiknek a közreműködésével, és miként valósítható meg egy ilyen léptékű projekt. Szándéka szerint nem csak ennek a művésztábornak a 18-19 éves történetét hivatott bemutatni, hanem minden résztvevő történetét, ahogy csatlakozik erre az egy hétre, vagy az együtt töltött időre, és emellett azoknak a történetét is szerette volna bemutatni, akik évről évre segítik ennek a tábornak a megvalósulását a háttérből. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásából készült. A zalaegerszegi televízió az elmúlt években több sikeres pályázati eredménnyel büszkélkedhet. Közéjük tartozik a több fesztiváldíjjal kitüntetett Részekből egészet című dokumentumfilm is. A film producere Miklós András szerint a mecenatúra fontos az ágazatban. Anyagi forrás nélkül jelentősen kisebb a stúdiók mozgástere. Ez a helyi televíziók számára mindenképpen egy fontos dolog, hiszen a helyi televízióknak a legfontosabb feladata az a helyi értékek támogatása, a helyi információk, a helyi történések megörökítése. Úgyhogy én örülnék neki, ha ebből még lehetne sűríteni, egy évente egy 3-4 filmet biztos, hogy össze lehetne hozni. A Másképp, mint mások című film operatőre Kondákor Miklós és Pusztai Bálint voltak, utóbbi felel a vágásért is. A közel egy órás alkotás májusban helyi értékdíjat nyert a Helyi Televíziók Országos Egyesületének pályázatán, és versenyprogramba került az idei Bújtor Filmfesztiválon, amit Keszthelyen tartanak augusztus végén. A közönség szombaton Zala-Szentgyörgyön a 19 órakor kezdődő vetítésen tekintheti meg, ahol a résztvevők és az alkotók is jelen lesznek. A film elérhető a legnagyobb videó megosztó portálon is.